A Várkői Gyermektorna Fesztivál érdekessége, hogy itt nem csak a diákolimpiai, hanem a Pécsi Olimpikon tornász által összeállított gyakorlatsorral is versenyeznek a gyerekek. Várkői Ferenc, aki nem csupán résztvevője volt az 1948-as londoni olimpiának, de az összetett csapatversenyben bronzérmes lett, speciális tornagyakorlatot talált ki az óvodásoknak és kisiskolásoknak. Nagyon fontos számunkra most ez a tornaverseny. 1984-ben rendezték meg legelőször a Várkai Gyermektorna Fesztivált. Úgyhogy egy néhány év kihagyással a 35. alkalommal. Két naposra terveztük. Most a pénteki napon a nagy felsőtagozatosok és a gimisek versenyeznek diákolimpiával, és mivel jövő héten a Magyar Torna Szövetség által szervezett első forduló lesz az úgynevezett zsebi babak kategóriába, úgyhogy mind a három kategória, első, második és harmadik korcsoportosok is itt vannak. Úgyhogy ez a mai, holnap pedig az 6-10 évesek, lányok fognak diákolimpiás gyakorlatokat és várkői gyakorlatokat bemutatni, illetve a fiúk fognak holnap versenyezni. Várkői Ferenc és Horváth Imre tanár úr, Jimmy bácsi, így ismerik nagyon sokan a városban, ők állítottak össze egy gyakorlatot. Úgyhogy 1984-ben egy viszonylag egyszerű, de mégis azért a gyerekeknek a tudása, tehát a talajon előre-hátra bukfenc, gyertya, híd, tehát hogy amiket így alapokba kell tudni, a kisgerendán végeznek egy gyakorlatot, és szekrényugráson pedig a függőleges repülés. Próbáltuk a hagyományokat megőrizni, úgyhogy így, és elég sokan, tehát három óvodás csapatot sikerül holnap összehozni, és most nem emlékszem, 4 vagy 5, mert ugye itt a ahogy jelzik, hogy a betegségek vagy egyéb programok miatt, úgyhogy ezzel a gyakorlattal készült 8 csapat. Az ugrásom szerintem az sikerült a legjobban, arra 9-3-at kaptam. Hát a talajt kicsit elrontottam, a gerendát pedig azt szerintem a magamhoz képest egészen jól csináltam, a gyakorlatok pedig, amiket igazából mostanában az 5. a felsős, amit mi szoktunk. Ugye 4 éves korom óta tornázom, és azóta járok körülbelül folyamatosan versenyekre, és általában ilyesmi a teljesítmény, mint most, hogy az első háromban néha benne szoktam lenni, hát tulajdonképpen ilyen. Igazából nagy célom nincsen, ameddig van kedvem, addig csinálgatom, nem akarok ilyen nagyon nagy versenytornász lenni, de szeretem csinálni. Mind a 4-szeren indulunk, tehát ugrás, korlát, gerenda, talaj, és az egyik korcsoportba 5 fővel, a másikba 6 fővel megyünk. A kicsik azok most, két kislányt kivételve, most mennek életükben először egy nagy csarnokba, a tornacsarnokba lesz Budapesten, úgyhogy nem tudom, felmérjük, hogy milyen versenyzők egyáltalán. A másik csapattal tavaly ma országos másodikak voltunk, de most ugrottunk egy korcsoportot, és a gyakorlatok azok sokkal-sokkal komolyabbak, mint az előző korcsoportban volt. Megpróbáljuk a legjobbat nyújtani. A megmérettetést a közelmúltban elhunyt egykori tornász, tornaedző tiszteletére Heckenbergerné dr. Pintér Gyöngyi emlékversenynek nevezték el. Gyöngyi néni több mint 30 éven át az akkori tanárképző főiskolán oktatta a tornasportot. Tornászaival többször nyert felnőtt másodosztályú csapatbajnokságot és 2-szer főiskolai spartakiádot. Több 100 testnevelő tanárt indított el a pályán, minden sportolónak megtanította a torna alapjait. Mindig alkalmazkodott a nem tornász főiskolásokhoz is. Célja az életpályán hasznosítható szakmai tudás átadása volt.